A környező országokban is elkezdenek lazítani a szabályokon. A felvidéki Nagyszombaton újraindulhat az autógyár, de csak szigorú szabályok mellett. Horvátországban és Szerbiában holnaptól lazítanak, kinyithatnak az edzőtermek és a szépségszalonok. Szlovéniában viszont a kormány egyelőre hallani sem akar az enyhítésekről, ami sokaknak nem is tetszik. Csengetéssel, fütyüléssel és transzparensekkel követelték a kerékpárosok Szlovéniában, hogy a kormány lazítson a szabályokon. Az országban lakhelyelhagyási tilalom van, kerékpározni viszont szabad, ezért a biciklis tiltakozás nem büntethető. Horvátországban viszont úgy tűnik, hétfőtől valamelyest fellélegezhetnek. Kinyithatnak ugyanis a kisebb üzletek, a múzeumok és a nemzeti parkok, és további enyhítéseket is terveznek. Május 4-től kinyithatnak a fodrász és kozmetikai szalonok, május 11-től pedig a bevásárló központok, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, valamint visszaállítják a távolsági közösségi közlekedést. Kinyithatnak továbbá szálláshelyek, valamint azok a kávézók és éttermek, amelyek rendelkeznek terasszal. Az első lépés sikerétől függ, hogy az enyhítések további szakasza életbe lépe. Horvátországban 2000 fölött jár a fertőzöttek száma, és a kormány már dolgozik azon a terven, hogy nyáron hogyan lehetne a tengerpartra csábítani a külföldieket. Szlovákiában is elkezdődött az újranyitás. A Peugeot Citroën nagyszombati gyárát a vírus miatt állították le. Új szabályokat hoztak, és arra készülnek, hogy újra kezdik a gyártást. A cégnél úgy számolnak, hogy biztosan lesz kiesés a termelésben. Hogy kevesebb autót gyártunk-e, azt majd az újraindulás után tudjuk csak megmondani. Természetesen lesznek korlátozások. Minden dolgozónak megmérjük a lázát, mielőtt belép a gyárba, de az öltözőkben és a gyártósoron is lesznek változások, mondta a nagyszombati gyár termelési vezetője. Ez már Szerbia, ahol meghaladta a 8000-et a fertőzöttek száma. Ott is elkezdődtek a lazítások, de az országban eddig nagyon szigorú szabályok voltak érvényben. Az idősek például csak heti egyszer mehettek el vásárolni, akkor is csak pár órára. Néhány napja viszont megnyitották a piacokat, hétfőtől pedig kinyithatnak az edzőtermek, a szépségszalonok és a fodrászatok is. Közben folyamatosan érkeznek a segélyszállítmányok az országba. Köszönjük olasz barát hogy ha csak tehetik, segítik Szerbiát és a szerb embereket, mondta a szerb államfő, amikor Olaszországból érkező védőfelszereléseket vett át Belgrádban. Szerbiában parlamenti, tartományi és önkormányzati választás lett volna vasárnap, de a vírus miatt elhalasztották. Romániában 11 000-nél is több fertőzöttről tudnak. Az elmúlt egy napban 33-an vesztették életüket. Klaus Iohannis államfő korábban azt nyilatkozta, Romániában csak május 15-e után lehet szó a korlátozások enyhítéséről. Ukrajnában is tovább tombol a járvány. Egy nap alatt csak nem 500 új beteget regisztráltak. Ezzel a fertőzöttek száma meghaladta a 8600-at. Közülük 1676-an egészségügyi dolgozók. Ukrajna ezzel népesség arányosan világelső lett a koronavírusos egészségügyi dolgozók számában.